Az MSZP szerint a nyírbátori időközi önkormányzati választás azt mutatja, hogy a Fidesz legyőzhető. Baracsi Balázs János függetlenként indult, de az MSZP támogatásával. A Fidesz szerint a hétvégén tartott nyírbátori időközi választás nem változtatott a helyi politikai erőviszonyokon, így a kormánypártnak továbbra is kétszer annyi képviselője van, mint a baloldalnak. Miért függetlenként? Azért, mert folyamatosan megfélemlítették. Részleteket nem mondott, de ezzel indokolta a szocialisták elnökségi tagja, hogy miért nem indítottak önálló jelöltet Nyírbátorban. Bangóné Borbély Ildikó szerint Baracsi Balázs János 371 voksot kapott, míg a fideszes jelölt ennek kevesebb, mint a felét, de mint fogalmazott, még a jobbikos szavazatokkal is kevesebb voksa lett a jobb oldalnak. Gratulálok még a nyírbátori embereknek is, mert pontosan tegnap megmutatták azt, hogy nem kell ebben az országban félni, a Fidesz-KDNP kormányt igenis le lehet váltani. A Fidesz szerint azonban a választás nem hozott politikai változást Nyírbátorban, mert független képviselő került egy korábban lemondott független politikus helyére. A Fidesznek kétszer annyi képviselője van, mint a baloldalnak. Egyébként hozzáteszem, az MSZP-nek arra se volt mersze, hogy jelöltet indítson, akár együtt a többi baloldali szervezettel, mert tudták, hogy nem kérnek belőlük, akárhogy is matekoznak, még az összefogással sem mertek jelöltet indítani, úgyhogy Nyírbátorban Fidesz-MSZP továbbra is 6-3. Vagyis a 12 ezer lelkes kisváros önkormányzati testületében így 6 kormánypárti, 3 MSZP-s, 1 jobbikos és 1 független képviselő ül.